Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 9-ére. Ha ezen a napon indítasz valamit, akkor az tovább tarthat, mint ahogy te tervezed. Ennek van hátránya, hiszen kell a türelem, de van előnye is, mert például ha most indítasz egy új munkát, vagy lesz egy lakhelyváltozás, vagy egy házasság például, akkor az arra utal, hogy itt lesz egy stabil helyzet. Tehát hosszú időn keresztül mindez megmarad. A mai napon valaki eltitkol előled valamit, és te ezt érzed, hogy így van. Azt is jelentheti ez a titok, hogy te légy titokzatos. A férfiak nagyon kényelmesek, sőt, az is lehet, hogy kicsit lusták. Ők várnak valamire, élvezni akarják az életet, és megvan az elvárás, hogy te elkényeztesd őt. Ami bennünket, hölgyeket illet, mi aktívak vagyunk. Sőt, az is jó lenne, ha mi keresnénk vele a kapcsolatot. De a mai napon hibázhatunk, mégpedig azért, mert hajlamosak vagyunk mi összehasonlítani magunkat másokkal. De ennek nincs értelme. Ami még nálunk, hölgyeknél is, és a férfiaknál is fontos, a szabadság érzete, a könnyűség, egy kis lelkesedés, de mint mondtam, a férfiak nagyon kényelmesek jelenleg, tehát mi adjuk most ezt az impulzust. Az érezhető most a napokban, hogy vannak még félelmek és bizonytalanságok, az lenne fontos, hogy áttegyük magunkat ezeken az érzelmeken. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!